május 10-e és 15-e között Tusnádfürdőn járt Egyesületünk 35-ös küldöttsége. A csoportunkat Varga Attila, a Szent Kristóf Panzió tulajdonosa fogadta. Picike figyelmet kérnék szépen. Közben jó étvágyat kívánok az igazi székelyföldi bárkonyos pityóka leveshez. Nagyon nagy szeretetet köszönöm az egész társaságot, és egyben szeretnék köszönetet mondani Pintér Béla barátomnak, amivel tulajdonképpen 5 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a gombolyagot gombolyítani, ami arról szólt, hogy ma ilyen kedves barátok, itt vannak benneteket, ne arra ügyük, mindenkit. Nekem sokkal egyszerűbb, hogyha így beszélek. Köszönöm szépen. Tiszta szívvel mondom, hogy ez Káti hagyni való. Nem én általam. Nem beszéltünk. Tehát székelyföld mindent megismerni, zenével, pálinkával, borral. Nagyon-nagyon buzdítok mindenkit, hogy ne hagyja ki, mert ha valami igazán fantasztikus és érdemes ebből a székelyföldről megismerne. Isten hozott benneteket, érezzétek jól magatokat. Én azt gondolom, hogy tisztelettel köszönjük szépen Attilának ezeket a szép szavakat, és azt hiszem, hogy reménykedem abban, hogy mindenki megtalálta a szállását, és jól el tudott helyezkedni. De én úgy gondolom, hogy nem nekem tisztem most itt bármit is mondani. Fogadjátok szeretettel! Tibi bácsi! Urakozi Tibi bácsi! 35 perces beszéd! Köszönjük a szíves és kedves szavakat! Én, mint a Szentőrinci Lac legrégebbi élő játékosa, 45 maradékát egy igazolt játékos, és még Deák Balgával is együtt juttam a bort. Meg vagyunk hatódva, hogy Székelyföldön ilyen szerettel vannak, és köszönjük ezt a szép magyaros vendéglátást. Köszönjük szépen a finom étkezést, remélem az utóétkezés is ugyanilyen finom lesz. Tisztelettel köszönhetem önöket, Tusnádfürdőt, nem tudom, hogy jártak éppen. Én elnézést kérek ezért a kis kiszerelésért, amelyben vagyok, de ennél rövidebbet már nem tudtam felhúzni, mert éppen nem tudom. De Attila azt mondta, hogy azonnal jöhet ide, én akkor azt mondtam, hogy mondom Attilát, hogy szabad ide, én azt mondtam fel. Másnap reggel a társaság autóbuszba ült, hogy megismerkedjenek a Békásszorossal és a gyilkostól környékével. Az esti mérkőzés előtt meghívták a delegációt a helyi csapat rangadójára. 5. ligájának a mérkőzése Tusnádfürdő Vaslát. És köszönjük meg szeretettel Tusnádfürdő vendégvárosának, testvérvárosának a vendégei, a 18. kerületi Öreg Fiúk csapatának. Nagy tapsot az Öreg Fiúk csapatának, és nagy tapsot a tusnádfürdőieknek. Hajrá, hajrá, Tusnádfürdő! Nagyon jól szórakozott a publikum, hiszen 10 gólt láthattunk. A Csiki Körzeti Labdarúgó Bajnokság 5. ligájának 14. fordulója, Tusnádfürdő Vaslát. Így van, fejed vissza, nagyon jó volt. Azt nem tudok neked, ilyen Oh!
Én kintépél a bátyámot! Gyerekek! Engedjétek meg, hogy először is gratulálni szeretnék az a nagyon szép játékosokhoz. Valamennyien nagyon jól szórakoztunk, nagyon jó játékosokat ismertem. Mint a poki eredmény volt. Nagyon jó játékosokat ismertünk meg. Engedjétek meg, hogy az edzőtöknek egy zászlót átadjak, és minden egyes játékosnak a kollégáim segítségével egy érmet és egy szazzászlót átadjak, és további sok sikert kívánok neki. Köszönöm szépen! Hajrá! Ide a több jó volt! Gratulálok, kérünk sok jó! Este Villanypénynél játszotta le csapatunk az első mérkőzését. Egy kis ízelítő a mérkőzésből. Megszületett az első gól. A Tosnádfürdei öregfiúk csapata vezet 1-0-ra, a gólszerző Sánta Robert Csupi. Na indulj meg! Hol lesz? Ne félj tőle, hol vagy? Jól játszottunk, csak kikaptunk, mert a csapatban még benne volt az egésznapos kirándulás fáradtsága. Május 13-án elvittek bennünket egy igazi lovas kosikázásra Új-Tusnádról. Kis sörgedező patak melletti tisztáson táborozott le a csapat. Finom sültek mellett fogyott a sör is, de a sláger az áponya pálinka volt. Amely meghozta a jó hangulatot is. Meg a Pejlacinál nincsen jobb játékos. Íme néhány vélemény. Hogy érzik magukat most? Tökéletesen. Természet lágyul jön, ennél szebb nincs. Tegnap volt a meccsen? Hát pont rajta, rosszat kérdez, mert én nem voltam jelen. De az eredmény tudja? Az eredményt azt tudom. Mit vár a holnapi? Holnap biztos, hogy győzünk. Elkészülnek a fiúk. Kapunk vissza jogosítványt. Nekem már kétszer elvették csak a... Oké. Lehet, hogy van még felvágós vagyunk. Látom, nagyon jó a hangulat. Jó érzik magukat. Köszönjük szépen. Tényleg nagyon jó a hangulat. Pláne most a finom ebéd után. Finom sör. Finom ásványvíz. Nagyon szépen köszönjük. És különösen köszönjük azoknak a fogadhajtó fiúknak, akiknek a kocsijára fel tudtunk ülni. Bár Pistit, Istvánt kiemelném, mert ő a mi kocsisunk, és így hajtja a lovakat. Hajrá! Hajrá, Pisti!
Igen, és tényleg nagyon jól érezzük magunkat, bár gondolkodtunk azon, hogy eljöjjünk erre a kirándulásra, de nem bántunk meg, mert nagyon-nagyon jó, kellemes környezet, ragyogó. Köszönjük szépen! Gondolkodtak azon, hogy eljöjjenek erre a kirándulásra. Megérte eljönni? Megérte, nagyon jól érezzük magunkat. Csóvasz miért hívsz vissza? Előzött a sorsengedel, haza még nem lehet. Csóvasz a nagymas sír, legyen benne, hogy tényleg elkezdett, soha mindenki megéri, soha senki. Hogy érzi magát itt ebben a gárdában? Eszméletlenül jól érzem magamat, nagyon örülök, hogy eljöttem. Annyira jó az egész környezet, a hangulat és a társaság, közvetlen mindenki mindenkivel, és nagyon egy szeretetre méltó csapatot alkottunk szerintem. Eljött a kedv. Reggel felhőkbe úszott a Szent Anna-tó, ezért a Mohosláb területén néztünk szét egy picit. Spirálisan, így kőkörösen. A szélén magasabb sűrű. Oda is megyünk, várjál! Eljött a visszavágó kedden késő délután. Csapatunk azonnal irányítani kezdte a játékot. Megerősítették a védelmet, és a csatárok is jobban összpontosítottak. Kitűnt az egész csapat egysége, összhangja. Ennek a gyümölcse lett azután Mark Karcsi, okos, éppen a hálóba betérő gólja is. Második félidőben felváltva támadtak a csapatok,
de a SZOCZ jól állt a sarat, és voltak nagyon ígéretes támadásaik is, amelyek sajnos rendre kimaradtak. Ennek ellenére a megérdemelt győzelemhez kétség sem fér. Ugyanaz lesz. Így ünnepelték a győzelmet a játékosok és a nézők. Nézzék meg villáminterjúinkat a góllövővel és az első mérkőzés játékvezetőjével. Volt valami különleges taktikai megbeszélés? Tulajdonképpen ugyanez volt, mint az első meccs előtt, hogy próbáljuk kicsit lassítani a játékot, mert ez egy nagyon jó csapat, akivel játszunk. Fiatalabbak voltak, mint mi. Kicsit jobban sikerült, mint múltkor. Az első mérkőzésen a kihagyott gólhelyzet mennyire viselte meg? Igazából nem szoktam ezen gondolkozni, mindig a következő feladat jár a fejembe. Megpróbálom megoldani azt, amit tudok a legjobb tudásom szerint. És ma, amikor a labda megrezegtette a hálót, mit érzett? Azt, hogy bárcsak a bindes Tomi rúgta volna. Ezt éreztem. Szentőrinci Ac nevében a csapat, a 18. kerületi önkormányzat nevében, és mint Pesszentőrinc Pesszentim a díszpolgár nevében köszöntselek abból az alkalomból, mert az óhazába is eljutnak a hírek, mi mindenevők vagyunk. Egy olyan embert köszöntünk, aki a magyar testvéreinket, a csíkszeredai fiúkat a román válogatottságig vitte, és román bajnok is lett a mi magyar székely gyerekeinkkel. Mi ezt annyira gyagyra értékeljük, hogy tiszta szívemből kívánjuk még sokáig éljen erőben, egészségben, öregbízd a sport hírnevét, és a mi magyar székely vérünket vitt tovább az ifjúságnak. Isten éltessen sokáig! Ő
ön vezette a vasárnapi mérkőzést. Milyen volt belülről a meccs? Hát számomra öröm volt, hogy vezethettem. Úgy élik a Székely csapatban több barátom is játszott. Hát egy jó mérkőzés volt, egy barátságos mérkőzés, ahol mindenkinek az eredménytől függetlenül sikerélménye volt szerintem. Milyennek ítélte meg a SZAC játékát? Igen, hát a SZAC játékát pozitívan ítéltem meg. Figyelembe véve, hogy egy idősebb gárda játszott egy fiatalabbal szemben, látszott, hogy szervezettek, és látszott, hogy rendszeresen fotballoznak. Amikor ősszel a Tusnád küldőiek viszonozzák a látogatást, a SZASZKSA is megfelelő programokkal várja majd a kedves vendégeket. Remélhetően az első mérkőzésért is sikerül a visszavágás. Hát várja, akkor legyen majd labda is. A testvérvárosi kapcsolatok erősítésének szép példája volt ez az út, mind a vendéglátóknak, mind a vendégeknek, a szacistáknak. Köszönjük szépen! Ott kőkeményen be fogjuk tartani.